Szia! Én Berendi Mária vagyok, és ma arról fogok neked mesélni, hogy én hogy tanultam meg, és hogy szerelek biciklit. Vagyis jobban mondva, kerékpárt. Nos, hát ez nem ma kezdődött, és hát egy kicsit hosszú múltra tekint vissza, de érdekes. Vajon te tudsz biciklit szerelni? Hát ugyan kérdezem inkább a nőket, mert ugye hát ez nem igazán olyan nőies feladat, amit úgy szoktunk csinálni. De hát, hogyha az ember lánya rákényszeredik arra, hogy biciklizzen, és nincsen szeret biciklizni, és nincsen segítsége, aki néha megszerelje a kerékpárt, akkor az ember lánya rákényszeredik arra, hogy megtanulja. Hát elmondanám nektek, hogy megtanulható. Megtanulható ugyanúgy, mint minden más egyéb. Igaz, hogy eleinte egy kicsit olyan nehézkes, mert ugye nemhez szoktunk hozzászokva, hogy biciklit szereljünk. Szóval azzal kezdődik először is, hogy ugye az ember élvezetesen kerékpározik, jól érzi magát, minden egyszer csak paf, történik valami. Hát többnyire inkább mindig a belsővel van gond, mert ugye valami felszedünk az uton, akár egy kis üvegszilánk, vagy egy kis, úgymond egy kis drótszilánk, vagy akármi, ami kiszúrja ugye a külsőn keresztül a belső gumit. Hát ez a legkellemetlenebb. Gondolom én, aki biciklizik, annak volt már benne része, úgyhogy nem kell ezt ecsetelni. Szóval itt kezdődik az érdekes dolog, hogy meg kell tanulni. Mikor, és főleg akkor, hogyha az ember lánya egyedül van, és nincs, aki segítsen. Vagy hogyha van is, akkor, hát most nincs időm, majd egy nap múlva, kettő nap múlva, de hát olyan nincs. Olyan nincs, mert nekem a bicikli minden nap kell. És így meg kellett tanulnom egyedül biciklit szerelni. Szóval elmondanám az első alkalmat, mikor én biciklit szereltem. Hát azt látni kellett volna. Dühös is voltam, mérges is voltam, de viszont fűtött a vágy, hogy tudjam megcsinálni, mert szükségem volt megoldani a problémámat. Elmondanám, hogy interneten keresztül férfi segítséget kértem, hogy hát lépésről lépésre ezt a feladatot meg tudjam oldani. Hát úgy most visszagondolva, hát nagyon nevetségesen álltam a dolgokhoz, mert hát szinte úgy nézett ki, mintha fordítva ülnék a lóra. Hát olyan másfél-két órába telt még ezt az egy kereket, ugye én ezt megszereltem. Hát nem is voltak hozzá megfelelő szerszámaim, meg egy csomó minden kell hozzá, attól függetlenül, hogy csak egy kereket kell, egy gumit kell kicserélni. Hát lassan, ugye egy pár év alatt ezek a szerszámok ugye mindegyiket begyűjtöttem, mert azok nélkül semmi más egyébként, semmit nem lehet csinálni. Mindenhez kell valamilyen szerszám. Teljesen mindegy, hogy mit csinálsz, valamilyen szerszám kell hozzá. Ma már elmondanám, hogy egy ilyen gumicsere, körülbelül egy fél óra alatt meg tudom oldani, kényelmesen, nyugodtan, nem mint korábban. És pedig azzal kezdődik, mondtam, hogy bekövetkezik ez a nagy tragédia, vagyis jobban mond ez az esemény. És hát az ember hazatolja a biciklit, elmegyen vásárol bele egy belsőt, vagy azt a gumit ugye meg is lehet ragasztani, ugye egy kis pöcsnivel, vagy nem is tudom, hogy nevezik ezt. Na mindegy, meg lehet ragasztani is. Hát ezt is megtanultam, hogy kell megragasztani. Ahhoz is ugye kell olyan kis
ragasztós kis gumi, amit ugye rá tudsz. Előtte le kell kezelni a felületet, és jobban mondom, először is meg kell találni a lukat. Ugye ezt tehát ilyen vizes megoldással egy laborba vagy egy edénybe, ugye megtalálod rögtön, hogy hol van a luk, megjelölöd, letisztítod, lesmirglized, aztán utána ezt letisztított körömlakkal, körömlak eltávolítóval, és utána, amikor ez szépen tiszt, akkor ezt a kis ragasztós böcsnit ráhelyezed. Persze vigyázzol arra, hogy jó rányomkodjad, mert ha nem, akkor egy-két nap múlva az le is válhat. Aztán megint kellemetlenség, kezdheted előre. Megjártam, ezt azért mondom el. Nem tudtam, hogy mitől. Azt hittem egy másik luk. De volt már olyan is, hogy másik luk keretkezett. Úgyhogy, mikor ez így hozzáfogok, ugye minden szerszámot elő kell készíteni. Van olyan kis szerszám, amivel úgy könnyen ki lehet a belsőt szedni, és ugyanaz a szerszám használatos, mikor visszaakarod a belsőt, és utána a külsőt bele akarod illeszteni, mert ugye a peremnek van egy kis felület, egy kis perem, amiben, hogyha nem illeszted be tökéletesen a külső gumit, akkor ugye kibudjan a belső, hogyha elkezded már fölfújni. Ezt is megjártam. Mert ugye akkor még nem tudtam. Nem tudtam, hogy ezt hogy kell megcsinálni, hogy kell behelyezni. De ugye lassan az ember szerez egy csomó olyan tapasztalatot, ami ugye... ez olyan, mint egy gyermekbetegség. Ezeken mind túl kell esni ahhoz, hogy tökéletesen jól el tudjad ezt a feladatot látni. Aztán, hát ugye, most megint, ilyen össze-vissza mondom mostan, de nem mindegy, úgyis meg fogod érteni. Szóval először is ugye a kereket föl kell, a biciklit föl kell fordítani, meg a kerekekkel fölfele, és ugye ahhoz, hogy ki tudjad emelni a kereket, ahhoz ugye szerszám kell, ilyen racsnis kulcs, az a jó, van másik fajta is, de hát avval nagyon nehéz, én legalábbis nem tudom azzal kicsavarni, mert nekem nagyon gyenge a kezem, ahhoz férfi kéz kell. De viszont egy ilyen racsnis kulcssal, hát így mondják a férfiak, hát én nem tudom valójában ez a neve vagy sem, de egy az a neve. Ezzel nagyon könnyedén meg lehet ezt a feladatot oldani. És mikor kint van, akkor az összes többi feladatot, mint amit már korábban mondtam, azt elvégzed, megcsinálod. És akkor ugyanez a feladat, mikor vissza kell helyezni a kereket. Na most ez a feladat megint egy csomó odafigyeléssel jár, hiszen mikor csavarod a két oldalt, a csavarokat, akkor oda kell figyelni arra, hogy a sárhányunknak pont a közepén legyen a gumi, vagyis a kerék. Mert ha nem, akkor olyan, mint mikor rosszul helyezik be az autónak a kerekét, tudod, és akkor úgy egy oldalt úgy lejárja a szélét. Ugyanez bekövetkezik a biciklinél is, hogyha ezt nem figyelsz oda. Persze mondjuk a férfiak ezt másképp lássák, nekem oda kell figyelni. És akkor, mikor ez így megvan, akkor már ki is lehet próbálni a biciklit, lehet vele menni egy-két kört, hogy minden rendben van. És akkor ennyi volt a bicikli szerelés részemről. Részemről ez a feladat megoldva. Hogyha kíváncsi vagy arra, hogy hasonló feladatokat, mint nő, hogy csinálok, hogy láttam el, mit csináltam, hogy találtam megoldásokat olyan dolgokra, olyan feladatokra, amit inkább a férfiaknak a pályája, akkor találkozunk a következő videóban. Szia!